A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei szervezete és a polgármesteri hivatal az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett Nők a Családban és a Munkahelyen című pályázati felhívás keretében támogatást nyert a Vöröskereszt a Nőkért Hajdú-Bihar megyében című projekt megvalósításához. A program részeként újabb szemléletformáló rendezvényt tartottak a polgármesteri hivatalban november 27-én. A vendégeket Koláné dr. Markó Judit jegyző köszöntötte. A mai témakör a munkáltatók és szakmai szervezetek érzékenyítése a nők foglalkoztatása tekintetében. Ez az egyik kötelező témakörünk a projekt megvalósítása során, de e tekintetben mi kértünk fel előadókat, a konferencia tematikáját pedig úgy állítottuk össze, hogy azok a nők helyi életben betöltött szerepük is alapján egyrészt anyák is, másrészt pedig vezető beosztásban lévő, akár óvodavezető, akár ügyvezető asszonyról beszélünk, hogy mégis hogy tudták ezt megvalósítani az eddigi életük során, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, illetve mit tudnak tanácsolni a jelenlegi generációnak és a jövő generációjának is ebben a témakörben. Emellett még szakmai szempontból ismételten felkértük dr. Nádasné dr. Abherjed docensasszonyt, aki a Debreceni Egyetem tárgykörrel foglalkozó tanszékének a vezetőhelyettese, hogy ő is szakmai szempontból is közelítse meg ezen témakört, és hívja fel a szervezetek figyelmét, hogy mit lehet tenni a jövőben annak érdekében, hogy a nők foglalkoztatása minél jobban előtérbe kerüljön, olyan szempontból is, hogy a családdal összeegyeztethető legyen. Dr. Nádasné, dr. Abherjed egyetemi docens, miben más a női munkaerő foglalkoztatása címmel tartott előadást. A női foglalkoztatás kérdése tulajdonképpen közép-európai és magyar sajátosság, mert a nyugat-európai országokban többnyire nem lehet érdemleges különbséget tenni a női és a férfi foglalkoztatás között. Mégis még Magyarország esetében tradicionálisan a női szerepek, a társadalmi konvenciók olyan erősek, hogy a egyenlő jogi keretek mellett mégis különbséget eredményez néha a nők és a férfiak foglalkoztatásában. Ehhez tulajdonképpen a munkajogi szabályok kínálnak lehetőségeket, hogy ezt biztosítsák a nőknek, és igazából az a feladat, és azért jók ezek a típusú előadások, amik segítik a női munkavállalók helyzetének rendezését, hogy ezt a pozíciót megoldják és erősítsék a nők szerepét a munkaerőpiacon, például részmunkaidős foglalkoztatás biztosításával, vagy akár a rugalmasabb munkaidő bevezetésével, az otthoni munkavégzés lehetőségével. Tehát tulajdonképpen ugyanezokkal a feltételekkel dolgoznak a nők a munkaerőpiacon, mint a férfiak, mégis ahhoz, hogy ők egyenlő erővel és egyenlő eredményekkel és egyenlő lehetőségekkel fogjanak neki a foglalkoztatásnak, a számukra szükséges különböző munkajogi kedvezményeknek a kidolgozása. A projekt rendezvény további részében a témában Szarva Szabó Katalin, a Szabadhajdú ügyvezetője, és Leleszné Sveda Klára, a Csillagvár óvoda vezetője tartottak előadást.